Premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata. Pénteken mutatják be a Király beszéde című színművet. A II. Világháború kitörése előtt játszódó darabot Funtek Frigyes állítja színpadra. A színpadi mű Berti, Yorki herceg, aki 1936-ban 6. György néven lépett a brit trónra, életének egyik legnehezebb időszakáról szól. Dadogása miatt alkalmatlan volt arra, hogy megszólaljon a tömegek előtt, pedig a biztató szavakra ebben a történelmi időszakban az angol népnek nagy szüksége volt. A háború kitörése után 2 perccel történik meg ez a bizonyos beszéd, amire fel kell készülnie egy embernek, aki súlyosan dadog, és képes erre a rettenetes nagy tortúrára, amiből gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a mai napig profitálunk, mert Anglia ezáltal is azok közül a semleges országok közé tartozott, akik ellenálltak aztán az egész náci gépezetnek. Bertit Úrházi Gábor László alakítja. Mint fogalmazott, ez egy végtelenül összetett szerep, melyben a dadogás elsajátítása volt a legegyszerűbb feladat. Végig kell vinni egy emberi sorsot. És ez nem volt egyszerű. Tehát próbák folyamán ezt próbáltuk valahogy összerakni, és hát hál' Istennek jó partnerem van az Ernő. Kis Ernő a Londonban élő ausztrál logopédus szerepében lép színpadra. A módszere eredményes, a király végül folyékonyan mondja el rádióbeszédét. Ezt azonban egy nagyon nehéz folyamat előzi meg. Nem hallom, amit mondok. Felteszem, egy királyi herceg vagyok, tudja, mit beszél a szár. Maga nem formulódik túl gyakran királyi hercegek között, ha a sejtésem nem csal. Izgalmas kaland, reméljük, hogy velünk tartanak és velünk utaznak ezen a csodálatos utazáson, amin a király végigmegy, és a végén talán nem lövöm le a poént, tud beszélni. 6. György legyőzte legnagyobb félelmét, melynél erősebb volt az országa, a népe és királyi címe iránti felelősség tudata. A főbb szerepeket a zalaegerszegi előadáson Magyar Cecília, Pap Lujza, Besenci Árpád és Hertrendi Attila játsza.